22 éve működik a Nyitott Világ Alapítvány, és 22 éve próbál a nyelvtanulásban segíteni azoknak, akiknek erre szüksége van. Mi ennek a 22 évnek a legfontosabb tapasztalata? Hát 22 év óta azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan diák van, aki céltudatos, és tudja, hogy mit akar. És azt akarják, hogy egyre korábban kezdik el a nyelvet tanulni. Mi angolal és némettel foglalkozunk, ezzel a két világnyelvvel, és a tapasztalatunk az a 22 év alatt, hogy egyre fiatalabban kezdik már el, már általános iskola végén. Céltudatosak, nem csak a diákok, hanem nyilván a szüleik is, hiszen ők ezt tudják. Mi 22 évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy elsősorban a középiskolás évek alatt a diákok szerezzenek nyelvvizsgát, és nem is egyet. Tehát amit most hallunk, hogy nyelvvizsga szükségeltetik a továbbtanuláshoz, illetve évek óta már a diploma megszerzéséhez is ez kapcsolódik, ezt mi már régóta csináljuk, és úgy ítéljük meg, hogy ennek a középiskolás években van az ideje. Hiszen egyetemen annyi minden mást kell tanulniuk, hogy erre talán már nincs annyi idejük. Nyilván vannak olyan fiatalok, akik ezt nem tudják megtenni. Nekik lehetőségük van érettségi után is ezt pótolni, vagy akár később is. De a Nyitott Világ Alapítvány a fő hangsúlyt arra helyezi, hogy a középiskolás évek alatt szerezzék meg ezt a nyelvtudást, nem is csak a papírt, hanem tényleg mögötte a valós nyelvtudást, és hát ha lehet, akkor nem is egyet, hanem kettőt, két nyelvvizsgát. Többen vannak olyanok, akik már rendelkezhetnének ma már diplomával, de ez még sincs így. Hát igen, sajnos így van. Ez egy olyan tapasztalat, amiből én azt gondolom, hogy le kell vonni a tanulságot a mostani fiataloknak. Tehát, hogy korábban kell ennek neki látni. A nyelvtanuláshoz idő is kell. Tényleg valóban idő kell. És hát azok, akiknek ezt nem sikerült korábban, ahogy már említettem, be kell pótolniuk. Mese nincsen. A mai világ olyan, hogy idegen nyelveket kell tudni, ismerni kell, a munkához is szükséges. Most akkor egy picit gyorsabban, egy kicsit nagyobb nyomás alatt kell azoknak megszerezni a nyelvvizsgát, akik eddig nem tudták. De hát a tanfolyamaink például délután lehetőséget biztosítanak arra, hogy mindenki tanuljon időben, vagy nyelvvizsgát szerezzen, vagy van egy másik útja is, most már évek óta, hogy emelt szintű érettségével ugyanezt tudják elérni, ugyanazt a papírt tudja adni a végén, és emelt szintű érettség is tehet az, aki például már leérettségizett a normál iskolarendszerben. Hány csoport működik? Hát angolból is, németből is több szinten vannak a diákjaink, hát 7-8 csoportunk mindig működik tudásszinttől függően, hogy ki készül középfokra, ki készül felsőfokra, ezt a kettőt tűzzük ki célul. Illetve angolból is, németből is van emelt szintű érettségére készülő csoportunk.